Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, a vendégek 3 gólos hátrány után kezdték el a felzárkózást. A Siófok sokáig csak üldözte a házigazdát, az első félidő hajrája viszont a balatonpartiaknak sikerült jobban, akik így 2 gólos előnnyel vonulhattak pihenőre. Szünet után egyenlített a Kisvárda, sőt negyed órával a meccs vége előtt már 4 góllal vezetett Dévényi János együttese. A hajrá azonban izgalmasra sikeredett, 1 perccel a végső dudaszó előtt 1 gólra zárkózott és 2-es emberelőnybe került a Siófok. Tóth Gabriella azonban gólt szerzett, amire már nem érkezett válasz, így 28-26-os sikerét ünnepelhette a bennmaradásért harcoló együttes. Rengeteg hibát védettünk, mind védekezésben, eléggé puhák voltunk, tehát érintő védekezést csináltunk sajnos, tehát megérintettük, de mindig tovább ment a labda, és ezekből általában gól is született. Illetve emberelőnybe kihagytunk, ott mindjárt láttunk egy labdát, és teljesen úgymond ott a végét elrontottuk, és 2 gólos hátrányba jöttünk a szünetre, ahol a lányokat megpróbáltuk felrázni, illetve védekezést váltottunk, ami be is jött, úgymond. Én úgy gondolom, hogy végre egy olyan végjáték, amiből mi jöttünk ki győztesen. Ebbe is előre tudtunk lépni, ugyanis ugye jellemző volt az utolsó 5 perceket folyamatosan mi buktuk el. Lásd ugye Fehérvár, vagy Budaörs elleni mérkőzés, vagy Érden is ugye ott hagytunk 1 pontot. Hál' Istennek most ez nekünk jött ki jobban, tehát remélem a lányok ebből is tanulunk, és a csapat elhiszi, hogy ő is tud a végjátékba nyerni. A Siófok válogatott szélsője, a 7 gólig jutó Erdősi Zsófia érthetően sajnálta, hogy 2-es emberelőnyben sem tudta pontot szerezni a mérkőzés végén. Nagyon-nagyon csalódott vagyok, mert a 2 pontért jöttünk ide, nagyon készültünk becsülettel a mérkőzésre. Igaza van Rolinak, nagyon sok zicsert kihagytunk döntő helyzetben. A védekezés is nem a megbeszéltek szerint volt. Készültünk tényleg mindenkire rendesen, mégsem sikerült betartani a megbeszélteket. A végén a kezünkben volt, hogy egy X-et ki tudunk hozni a végén. Sajnos 4 támadójátékos gólt tudott lőni ellenünk, ezáltal elment a mérkőzés. Nagyon sajnálom. Az NB1 tabellájának élén a Győr áll 37 ponttal, megelőzve a 31 pontos Ferencvárost. A 12 pontos Kisvárda a 10. helyen várja szombati Váci vendégjátékát.